Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt a Nexus is ismét visszatért a SimCity sorozat. Hát most már egy, talán két hete nem lehetett SimCity Csideó, hát amit képzelek, de ismét itt vagyok. És jelentkezek egy újabb SimCity-vel, és csekkoljuk is le, hogy hol hagytuk abba, hogy ezt a megatornyot építettük meg utoljára. És elég nagyra szabott tervén voltak itt a város felső részével, nagyon sok e-mail jött, nagyon sok üzenet jött, hogy mit is, hogy lenne érdemes csinálni. Ezt mindenki tartsa azért szem előtt, hogy én ezt mind elolvastam, és mind megpróbálom megfogadni, de egy csapásra én sem fogom megtanulni a játékot. Úgyhogy most ez a város ez olyan lesz, amilyen, aztán majd meglátjuk, hogy csődbe vagy avagy sem. Sokan mindenféle variációval álltatok elő, hogy milyen specializációt érdemes választani. Még jelenleg ezt se tudom, de esetleg a turizmus felé hajtok, de még meglátjuk. Lehet, hogy jön egy földrengés, aztán eltűnik a városom. Megláttam, hogy lehet ilyen alagutakat csinálni, meg nagyon sok mindent megnéztem. De én annyira profin nem űzöm itt, meg mi a szar ez az út, te figyelj már! Ugye ugratót építettek bele itt ebbe a részbe. Ha mindegy. Szóval kicsit gyorsítsuk föl itt a dolgokat. Hoppá, lehet fejleszteni. Ezt a legutóbb még nem láttam, de szerintem ez a megatorony ez sokat húzott itt a játékon. Nem gyűjtik be a szemetet. Hát miért nem gyűjtik be a szemetet? Hát... mostan azzal mit csinálják? Na, én közömi hivatallal fogok rendelkezni most itt ebben a városkában, mégpedig azért, mert szeretem tisztán tartani, úgymond a város, még akkor is, hogyha az emberek szemét miatt tiltakoznak, mert nem szállítják el a szemetet, hát ez van jelenleg. Azt kéne kitalálni, ugye a szél, az jelen pillanatban mindjárt megnézzük, hogy honnan fúj. Légszennyezettségi térkép. Igen, azt tudjuk, hogy ez ott van. Melyik a szélnek a cucca? Basszus kulcsa, itt van. Igen, tehát a szél az itt oldal irányosan fúj, tehát mindenképpen erre a részre kellene betelepíteni a dolgokat, és nem pedig ide, ugye, ahol minden van. Hát lehet, hogy ezt az egész gyár régiót, ezt majd egy kicsit ide arrébb telepítjük, és ilyen közüzemi dolgokat majd ide fogunk elhelyezni. Úgyhogy vágjunk is bele, ez micsoda. Ez Omega Core szerintem, ez 36 ezeret ad. De én maximum nem csinálom meg. Ne tiltakozzatok már! Jó. Na nézzük a szeméttel, mit tudunk csinálni. Hát újra hasznosítani biztos, hogy nem fogok, hogy elégetjük a retekbe. Jó. Hát itt van ez a nagyszerű feljáró. Ami annyira nincs még leterhelve, mint én azt arra számítottam. Ezt akkor nézzük meg itt a szemetet. Mit tudnánk ezzel csinálni? Talajtisztító nem kell nekünk? Újrahasznosító központ, vicceltek. Elégetjük a picsával a szemetet. Na, nézzük akkor, hogy... hogy ezt hogy fogjuk... mi ez? Szemétatomizátor. Hát... húha. Tényleg gondok vannak itt a szeméttel. Hoppá, nézd ezek már oda. Mindegy, egyelőre ide teszünk kettő kocsit, hogy megszabaduljunk itt a szeméttől. Ezt az utat itt tovább visszük. Csapatunk ide még egy lerakót, és valahova még egy ilyet kellene letenni, csak hát természetesen miért is férne el bárhova is. Egyébként ez mindig így szokott lenni, mindig így szórakozni kell a helye, de nem baj, mert ledózeroltatjuk itt a picsába dolgokat. Nézzük, hogy van-e valamit, amit el kell takarítani, nincsen. Majd ledózaroltatjuk, az kész. Nem fogunk ezzel szórakozni. Most már abba kéne hagyni a tüntetést, jó, abba is hagyták a gyerkőcök. Új szint hozzáadása, azt mondja, lakószint 1. Hát egy ilyen lakószintet még nyugodtan... ja,
nyugodtan építhetünk rá, mert van píz, most jó jön. Most még egy ideig. Egy ideig még biztosan. Úgy van, mint a heringek. Hát... sajnálattal hallom. Hát ezt nem lehet bővíteni, mi? Nem. Maximum, ha rakok le még egyet. Tehát a vonatok. És akkor ennek itt az útja, ez hol lesz? Azon a részen. Ó, értem. Na, így már nem lesztek heringek, az biztos. Ez is kap itt egy szép táblát. De már úgyse fog elférni semmi. Train station. Z. Mert hogy már kettő van. Most már van kettő, úgyhogy ezzel itt nem kéne, hogy gondok legyenek. Ultramodern lett. Hát azért újítás, hogy ultramodern ez a cucc, de halad. Ez ilyen energiát, meg ilyeneket azért tényleg meg kéne nézni. Szerintem bővíteni kéne ezt a telepet. Míg nem késő. Nyugodtan kettőt adjunk hozzá. Szarozunk. Tényleg legyenek rendben ezek a dolgok. Itt meg. Vízszivattyú állomás. Van egy egész fasz a vízszivattyú. Mint ide lehelyezve, teljes mértékben kielégíti itt a dolgoknak a... Hoppá, ez mi ez? Vízműszivattyú állomás. Egyelőre nekünk ilyenre nincsen szükségünk, azonban majd szennyvíz kiemelő telepet szeretnék létrehozni. Hát most eléggé megcsappant itt a tíz. Itt a költségvetésből le kellene majd faragnunk, mert elég durván szórtam most a pénzt, de nem baj. Néha azt is kell. A város érdekében. Ezeket hátra, azt hiszem új szélelmi karaktert ad a városnak. Na. Fejlődik a város, most várnunk kell mindenképpen egy kis nyereség is üsse a markunkat. Itt meg valahogy ezt mindjárt elpateroljuk innen. Ezt az egészet át kéne itt rendezni, ahogy van. Bele kell kalkulálni egy szemétlerakót, bele kellene kalkulálni egy szennyvízkiömlő telepet. Hogy ezek teljes mértékben 100%-ig elférjenek. És akkor nem lesz probléma. Tudom, hogy lehet ugye alagutat csinálni, ezt pont mondtam az elején, de nekem tetszenek ezek a hidak, nem fogunk itt alagutazni, itt majd lesz egy ilyen lekanyargó rész. Szevasz. Lassan meg is tervezzük, csak ezt nem tudom, hogy ide még egy megatorony elfér-e. Játékbarlang. Hú, basszus, de jó lenne itt egy játékbarlang. Ideje kialakítani egy ilyen szerencsejátékövezetet. Még egy iskola sem ártana, mondjuk itt a megatorony mellett lehet, hogy elférne normálisan. Egy icipicit megemeljük az adókat. Kicsit szemét leszek. Már megint tüntetés van? Nincsen. Azt tudom, hogy az adók emelése nem éppen jó. De most célra vezető, mert elég jól jön belőle a pénz, fel is gyorsítjuk egy kicsit az időt. Ezt körbenézünk, hogy mi a helyzet. Villamosra vágyunk, felejtsd el. Itt nem lesz villamos. Ugyan terveztem az elején, de még ez kérdéses, hogy hogy lesz. Ezt az utat is rendesen meg kéne csinálni, esetleg elkanyarítani erre, és hozzá kötni ehhez itt, ehhez az úthoz. Meglátjuk.
Megcsesszetek már föl. Mindjárt nappal lesz, és akkor nem akkumulátorról fog üzemelni. 8 megawatt csúcsidőben. Na, most már nincs gond az árammal, ezt az éjszaka meg kell oldani. Jó, van még ez, ezzel sincs annyira probléma. Igen, látom, hogy annyira nem szivattyúz a szennyvizet, de még határértéken belül van. Ez mi ez? Nagyon villogott itt nekem. Oké. Tömegközlekedés, ez valóban, hoppá. Evans rezidencia. Hát ez Evans rezidenciája most kigyulladt egy csöppet. Hoppá. Hú, egész jó dolgok épülgetnek itt most már lassan. Van egy fasz a parkunk, egy zöld városi zöldterület, leleső három színe leonos, hogy mondjuk így, nem csillagos. Hát itt egy kisebb park van, itt ezt majd letózeroltatjuk a picsába. Hát, nem túl népszerű, mindegy, majd ezek idővel, bárcsak maradhat, még nincs szálloda a környéken. Hát ez nem az én hibám. Tömegközlekedés, jó. Tényleg meg kell majd oldani ezt a tömegközlekedési cuccot. Most már van 82 ezrünk. Nézzük meg, hogy a kötvényeket, amit fölvettem. Két kötvény van, és akkor itt van egy C. Ezt még fölvesszük, és akkor így most már lehet, hogy lesz elég pénz, hogy itt ezt átalakítsuk, ezt az egészet, de még egy kicsit gyűjtünk. Mert ez így nem lesz elegendő. Na, ez nagyon jó egyébként, ez a megatorony. Meg mondjuk tudom, hogy van a elit megatorony, de az olyan 120, vagy mennyibe kerül, 120 ezer. Ez meg 50. Most egyelőre ez elég. Mondjuk remélem, hogy a jövőben nem ilyen megatornyokba fogunk lakni, mert egyébként is egy panelház, annyi ember van, meg annyi hülyeséget kell néha elviselni, például én is mindig, ugye budapesti lakos vagyok, és állandóan panelházba laktam, úgyhogy pontosan tudom, és szerintem ti is sokan mások is tudjátok, hogy milyen azért a panelnek az örömei, hogy úgy mondjam, mit jelent. Igen, ezek is a buszért rimánkodnak, meg ezek is kompunk. Persze, mindent, hogy csak fizessétek az adókat szépen. Aztán lesz majd az is. Mondom, mehet egy-két üzlet. Talán még ide hátra is befér egy-két üzlet. Na meg befér egy-két ház, aztán majd meglátjuk, hogy ezzel még mit fogunk kezdeni ezzel a területtel. Addig is jöjjön még több csadófizető polgár. Na, hát 179 ezerben nem hiszem, hogy ezt meg tudjuk valósítani, de próbáljuk meg. Úgyhogy lepauzoljuk az egészet, így az egybe. És kezdődjön akkor a nagy házalakítás, itt a szélerőművet is meg fogjuk semmisíteni. Mondjuk azt is meg kell majd. Sok minden mást is. Azt a micsoda forgalom van itt. Egy hibát elkövettem. Ezt az utat, ezt a sávot, ezt nem kellett volna ledózerolni, de nem baj. Van pihis. Hogy itt maradtak az emberek? Na. Ice toy, nem. Itt vissza az egész, jó, ez csak 8000-ünkbe került, nem baj. Most jön egy olyan, hogy... itt totál megszüntettük. Itt az egyenes utat kéne kiválasztani.
ide csinálunk egy ilyet. És akkor megnézzük első körben, hogy ilyen alapvető dolgok, mint a szennyvíz kiömlő telep. Pff, 64 ezer. Ez itt mese szépen el fog férni. Ha jól látom, sőt, még hagyunk neki egy kis extra helyet. Hát, ugye ezt majd lehet fejleszteni. Ja, itt is van. Adjunk hozzá még egyet. Jó. Frankon elköltöttünk szinte mindent, nem baj. A következő, állj, azt mennyi hely kéne ennek? Hogy lehet ezt még fejleszteni? Aha. Erre még biztos, hogy szükség lesz. Jó, annyi a lényeg, hogy férjen el. Többi most nem számít. Jó, tehát akkor megvan a szennyvíz kiömlő telepünk. Kell egy szemét lerakó. Annak is ugye elég sok hely kell. Ezt a kis utat itt lebontom. Na, ide bepasszírozzuk ezt a szemét telepet. Szerintem ez jöhet így, de mindegy, hagyjuk neki helyet. Biztos, ami biztos. Azt mondja, volt nekünk... minimum 3 darab kocsink. De most ennyi lesz. És volt egy ilyen szemétégetőnk. Meg volt egy ilyenünk, de ezt majd errefele fogjuk terjeszteni. Lehet, hogy már most elrontottam? Mindegy. Istenem! Több helyet kellett volna neki hagyni? Ez így elég gáz, megint csak. Kíváncsiságból húzgálom itt ezeket a szarokat. Akkor ez így megint nem jó. Arról a téletben. Az a baj, minden pénzünket elköltöttem. Nem baj, folytatódjon a móka. A szennyvíz kiömlő mindjárt megkezdi működését. Meg ez is. Itt meg ezeket itt el kéne tüntetni. Így van, föl fog halmazódni. Ezt pontosan jól tudjuk. Micsoda, nincs felkészülve rájuk. Mit szeretnétek, hagy halljam? Ojjaj. Elég csúnyán mínuszba vagyunk. Itt hozzáadhatunk egy járőrautót, még ameddig tudunk. Oké. Elég durva tartozásaink vannak így. Sajnos adót emelünk. Ebből 1%-ot, ebből biztos, hogy tüntetés lesz előbb-utóbb. Hát sajnos ez most így jött ki. Jaj, nem akartam letenni az utat, bassza meg. Rohadt életbe. Na mindegy, most már. Nincs elég szimeleon. Elég gáz. Egy ilyen szarutat se tudok megépíteni. Minden esetre most itt erre szükség van. Eléggé kicsináltuk a várost most ezzel az átalakítással, de hát se baj. Majd megpróbáljuk talpra állítani. Most ez így sikerült. Na, viszont gyerekek, ennyi lett volna ez a rész.
innen fogjuk folytatni, hát remélem nem megy csődbe a város. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és várlak benneteket a legközelebb is. Sziasztok!